Kedvezőbbek lettek a rövidített munkavégzés szabályai. A legfontosabb újdonság, hogy az eddigi 4 helyett már 2 órás munka után is igénybe vehető a bértámogatás. Emellett pedig rendkívül kedvező, mindössze 1%-os hitelt igényelhetnek a vállalkozások a bérek kifizetésére. A kamarák, az érdekképviseletek és a kormány is úgy gondolja, hogy ezekkel az intézkedésekkel megmenthető lesz a munkahelyek nagy része. Dolgoznak ebben a Békés Csabai italnagykereskedésben, de a munka jóval kevesebb, mint a járvány előtt. A vendéglátás és a turizmus leállása itt is érezhető. A bevételek kiesése miatt a kiadásokat is csökkenteni kellett. A legtöbbet a béreken tudnak faragni. Kénytelenek voltunk mi is hozzányúlni a létszámhoz, bizonyos bércsökkenéseket kellett végrehajtani, bizonyos óraszámokat kellett visszavenni. Az ilyen esetekben, vagyis a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra lehet kiút a bértámogatási program, amit a hónap elején hirdetett meg a kormány. Azóta a finom hangolás is megtörtént. Az időközben felmerült igényekhez igazították az igénylés szabályait és feltételeit. 2 órás munkavégzést lehetővé tesszük. Ez a legfontosabb változás, vagyis, hogy a bértámogatás akkor is igényelhető, ha a munkavállaló a járvány miatt csak 2 órában dolgozik. Eddig ez minimum 4 óra volt. A kormány azt vállalja, hogy a kieső munkaidőre kifizeti a bér 70%-át. Ez azért fontos, mert teljes az egyetértés abban, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás immár alkalmas arra, hogy tényleges segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a munkahelyek megőrzésében. Változás az is, hogy mostantól nem csak a teljes állású munkavállalók után lehet igénybe venni a bérkiegészítést. A program kiterjed a táv- és otthoni munkát végzőkre, a munkaerőkölcsönző cégekre, valamint az egyesületekre és civil szervezetekre is. Mindemellett pedig jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhek. A bértámogatás az nfs.munka.hu oldalon igényelhető. A dokumentumok kitöltése egyszerű, mindössze 4 órát vesz igénybe. 9 havi munkabér szintjéig egy vállalkozás hitelhez tud jutni. Újdonság az is, hogy egy kedvezményes hitel lehetőséggel bővül a Széchenyi kártya. Erről a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt. A cégek úgynevezett munkahely megtartó hitelhez juthatnak. 9 havi bérköltségnek megfelelő összeget igényelhetnek 2 éves futamidőre. A kamat pedig mindössze 0,1%. Az intézkedések célja, hogy a vállalkozások minél több munkahelyet meg tudjanak őrizni a járvány idején.